Idén is megrendezték karácsony és szilveszter között az ünnepi fehérvári futballfesztivált a Vokcsarnokban. A négy napos focitornán több mint 100 mérkőzésben 63 csapat méretteti meg magát. Az eseményre a fehérvári és Fehérvár megyei csapatok 6 különböző kategóriában amatőr, profi, öreg fiúk, 38 plusz, U11 női és ketrec foci kategóriában nevezhettek. Az első napon szerdán az amatőr csapatoké a főszerep. A fehér ablak kategóriában 20 amatőr csapat indult, akik reggel 8 órától egészen este 9 óráig küzdenek a végső győzelemért. Ami nagy örömre szolgál, hogy az amatőr csapatoknak a nagy része az Fehérvár és Fehér megyei, tehát kicsit úgymond újból hazatért a torna, hiszen az elmúlt években a profi kupán már annyira erős volt a mezőny, hogy a gyengébb fehérvári csapatok nem mertek indulni, viszont az amatőr kupa tökéletes alkalom erre. Idén is megtartották az Alba Java Mixröpi kupát a Tóvárosi Általános Iskola torna csarnokában. A röplabda szerelmesei minden évben összegyűlnek a kétnapos eseményen, ahol 10 fős csapatokban mérettethetik meg magukat. A versenyre bárki nevezhetett, és egy csoportmérkőzés után az esemény másnapján a döntőben dőlt el, hogy kik az év hobbi röplabdás nyertesei. A korábbi évekhez képest kisebb létszámmal ugyan, de így is több mint 60-an voltak a torna csarnokban december 27-én. Ez igazából a karácsony és szilveszter közötti időszaknak a hobbi röplabdája, amikor is olyan játékosok, akik valamikor röplabdáztak, vagy olyan játékosok, akik bajnokságban játszanak, de szeretnék az ünnepi ünnepeket kitölteni egy kis plusz játékkal. Ez egy ilyen szórakozás és egy ilyen szabadidő kitöltése, amivel azt a célt szeretnénk elérni, hogy népszerűsítsük a röplabdát, és azt szeretnénk, hogy akik idejönnek, azok vigyék Fehérvár és a fehérvári röplabda hírnevét. 11. alkalommal rendezték meg december 27-én a jótékonysági vadászatot. Minden vármegyében összesen 43 helyszínen egy időben zajlott az esemény, amivel 23 vármegyei kórház gyermekosztályát támogatják a vadásztársadalom összefogása által a gyerekek professzionális ellátásához szükséges eszközökkel. Fehérvár megyében Kápolnásnyéken gyülekeztek a vadászok, itt közel 100-an vettek részt a vadászatban, míg országosan közel 2000 embert mozgatott meg a jótékonysági akció. Egy évtized áll mögöttünk, a legfontosabb számokat tekintve úgy állunk pillanatnyilag, hogy 170 millió forintot adományoztunk a jótékonysági vadászaton keresztül a Magyar Vadásztársadalom nevében, a magyar egészségügy számára. Minden esetben kórházak gyermekosztályai voltak a kedvezményezettek, és a cél az mindig hiánypótló orvosi eszközök beszerzése volt, ez a jövőben sem fog változni. 286 darab vadonatú innovatív orvosi eszközt adományoztunk, és ezt 23 kórház kapta meg. Székesfehérváron 2013 óta szerencsehozó lencse rendezvénnyel kezdődik az új év. A hagyományokat követve így lesz ez 2024. január 1-én hétfőn is, amikor az Alba Pláza előtti Palotai kapu téren 14 órától várják a néphit szerint bőséget hozó lencse főzelékkel a fehérváriakat. A Magyar Honvédség Gulyás Ágyújban és a Lecsóház fazekaiban készülő ízletes főzeléket 14 óra és 16 óra között kínálják egy pohár meleg teával együtt. Több sport, kevesebb nassolás, spórolás, dohányzás abbahagyása. Csak néhány a tipikus újévi fogadalmak közül. Közeleg a szilveszter éjjele, általában a kocintás után közvetlenül el is hangzanak ezek a célkitűzések. A január még szorgalmasan telik, aztán rendre alább hagy a lelkesedés a fogadalmakat illetően. Fischer Imre pszichológus szerint nem feltétlenül szükséges ezeket a fogadalmakat az új évhez kötni. Sokkal inkább fontos az, hogy elérhető célokat fogalmazzunk meg, amiért képesek és hajlandóak vagyunk küzdeni. Emellett érdemes támogató közeget keresni, és hasznos leírni ezeket a vállalásokat. Amit leírunk, annak erősebb a nyomatéka, mint ha csak megfogalmazzuk, és amiket leírtunk, mert lehet több vágyunk is, amiben szeretnénk változtatni, abból keressük meg a prioritást, és annak a prioritásnak a mentén dolgozzunk, és ez lehet, hogy elég csak egy dolog.